Együttműködő partnerünk a boldognapot.hu online ezoterikus magazin. Sziasztok, ez itt az Enigma. Engem Horváth Zoltánnak hívnak, és ma is két beszélgető társamat köszöntöm, Szűcs Robertet, illetve Száraz Gyurit. Sziasztok, urak! Sziasztok! A témánk az meg azt gondolom, hogy nem lesz túl meglepő azok számára, akik már az előző adásunkat is látták. Akkor ugye az olimpiával, az olimpia körüli összeesküvés elméletekkel, érdekességekkel foglalkoztunk. Ma már nem az olimpiával fogunk foglalkozni, hiszen ugye az olimpiai játékok, a 30. olimpiai játékok befejeződtek, most már majd a paralimpia jön. Mi viszont belekezdtünk egy témába, ugye Zionról, Zion bölcseiről, különböző összeesküvésekről beszélgettünk, és én azt szeretném, hogyha ezt egy picit a múltba is tekintenénk, tehát visszanéznénk azt, hogy honnan indul, miért indult el, illetve ha egy picit foglalkoznánk azzal, hogy napjainkban miről szól ez a dolog, hol tetten érhető, hogyan hat ez a ma emberének az életére, a különböző gazdasági válságok köszönhetőek-e esetleg valamilyen összeesküvésnek, és hogy milyennek az értelme, milyennek a lényege, mit akarnak az emberiséggel. Uraim, ki szeretnék ezt? Kezd te, Gyuri, te vagy hozzám közelebb. Zion. Zion. Zionról ugye beszéltünk, hogy ha magyarul kiolvassuk, akkor gyakorlatilag a Zion szó adódik belőle, tehát a cionizmus, mint a történelmi Izrael államnak tulajdonképpen a felállítása, visszaállítása, bizonyos szempontból a megálmodott ideológiának a beteljesülése egyszer mind az ószövetségi proféciáknak, illetve bizonyos fajta talmudista filozófiának a megvalósulása. Azért tegyük hozzá és tegyük tisztába a dolgot oly módon, hogy a Zion, cionizmus az alapvetően nem az egész zsidó népre vonatkozik, hanem a zsidó elitre, akik meg szeretnék ezt gyakorlatilag teremteni. Na most ez nyilvánvalóan sért bizonyos érdekeket, ideológiai, vallási szempontból, gondoljunk Jeruzsálemre, amely ugye nem is három, hanem több mint három vallásnak, világvallásnak is a találkozó pontja, erről már beszéltünk. Arról is beszéltünk, hogy Sámuel könyvéből eredeztethető, illetve először ott található az Zion szó. Azonban, amikor rátérünk arra, hogy kiadtak az 1800-as évek végén, 1901-es verzióját, én ismerem Zion bölcsének jegyzőkönyvei címen, egy ilyen pamfletet, egy gúnyiratot, akkor abban azért kísértetiesen az 20. századra nagyon jól ráilleszthető dolgokat foglaltak írásba, amelyeken, ha végigmennénk, akkor látnánk azt, hogy bizony, az a fajta elmélet, mi szerint egyfajta összeesküvés, egyfajta előre megtervezettség, bizonyos főként zsidó személyek, ha úgy tetszik, akkor egyfajta zsidó, szabadkülönös összefonódással leírható csoport vagy csoportosulások, mintha szisztematikusan építenék fel az új világrendet, amit ők előre be is harangoztak, mintha a pénzügyi rendszer, eleve úgy gondolok itt például ugye a központi jegybankra Amerikában, a Federal Reserve-re, amely ugye 1913. december 22-én azt a törvényjavaslatot fél éves vita után úgy fogadta el az amerikai törvényhozás, hogy már haza akartak menni nagyon karácsonyozni, és most már úgy voltak vele, hogy annyit vitáztunk, hogy akkor engedjünk utat a Wilson által az évben, tehát 1913-ban benyújtott javaslatnak, és akkor ez indította el tulajdonképpen azt a mai napig létező magánkézben lévő pénzkártelt, aminek az egész története ugye a maga Rothschildos vezetésével egybefüggően, egybehangzóan a 20. századot, sőt a 21. századot is megalapozta, uralta, és gyakorlatilag a Zion bölcsének jegyzőkönyvének bizonyos passzusai, tehát maga az aranytartalék, a pénzkibocsátás, a kamat, a hitelezés, ezek mind-mind tetten érhetőek, én hoztam is direkt idézeteket, hogy hol van tételesen az leírva, felsorolva, megfogalmazva, hogy hogyan kell ezt szisztematikusan elfogadtatni a liberalizmus álcájába öltöztetve az egész világgal, és aztán hogyan jöttek létre a Bilderberg csoportok, illetve a különböző trilaterális bizottság, stb., és hogyan teljesedett ez ki és csúcsosodott ki a 2012-ig tartó történelemben is. Ezt nagyon nehéz megcáfolni. Tehát a fő problematika mindig az, hogy ugye szeretnénk cáfolni. Ez nem úgy történik, hogy van egy elmélet, valaki kitalálta, mert éppen nem volt jobb dolga, hanem azért nagyon komoly közgazdászok, tudósok megpróbálták nyilván ezt, hát ha más nem, akkor hipotetikusan vagy teoretikusan vizsgálni, és sajnos azt találták, hogy több ponton, nem több, rengeteg ponton egyezik az a fajta ideológia, elképzelés, érdekszövetség,
még ha nem is igaz, még ha hamisak is ezek a jegyzőkönyvek, de egyezik azzal az alap elképzeléssel, amit már 1901-ben tudtak, megálmodtak is, és dokumentáltak. Ugye mindig arra vágyunk, hogy legyen valami dokumentáció a kezünkben, és hát itt az orosz fordítástól kezdve nagyon sok dokumentáció van. Na igen, ebben tényleg az az érdekes, hogy valóban, tehát hogy teljesen mindegy a mi szempontunkból, hogy valóban kicsinálta. Tehát volt arról, hogy ez valóban egy ilyen összeesküvés. Van arról volt szó, hogy az Okrána, az amely orosz titkosszolgálatnak ez a hamisítása, ők csinálták meg az egészet. Ha valóban ők készítették volna, valóban ők adták volna oda az anyagot, akkor mérhetetlen bölcs előrelátással rendelkeztek volna, mert hiszen, ahogy a Gyuri elmondta, tényleg nagyon sok dolog. Tehát ha megnézzük az elmúlt időszaknak a történelmét, akkor nagyon-nagyon sok pontra ráhúzható. Még egy visszautalás az előző, csak egy picikét annyiban a magához az Ion névhez és az előző műsorhoz egy visszautalás, hogy én láttam egy nagyon szép ilyen rajzot, egy ilyen felvezetést, amiben valaki eljátszott így a szavakkal, hát ez nagyon szeretik ezeket, hogy most megpróbáljuk megfejteni, hogy bizonyos szavak mit jelentenek. És ha megnézed azt a három szót, hogy az NVO, most magyarosan mondtam ki, a New World Ordernek, tehát az új világrendnek ezt a három betűjét, ha egy picikét szétszeded, tehát hogyha valaki otthon megpróbálgatja, akkor ebből szépen kijön egyébként a Zion szó. Semmi más nem kell csinálni, mint el kell fordítani az egyik betűt, a W-t szét kell rakni, és már is össze lehet belőle rakni, tehát az új világrendet, ből össze lehet rakni egyébként magából ebből a betűszóból a Zion szót, és nem is kell hozzá különösebb képzelőerő. De láttam hozzá egy másik fényképet, amit tényleg megdöbbentett, amin ott látható volt, amikor az Európai Uniónak ott vannak azok a körben azok a csillagjai, és ott volt az olimpia kapcsán, ott volt egy ilyen jel, és alul, vagy fölül is volt egy ilyen félkör alakú, alul is volt egy ilyen félkör alakú valami. Ez egy picikét, és megint nem kell semmit beleképzelni különösebben. Ha azt megnézed, akkor ott van egy szem. Az a bizonyos klasszikus, mindent látó szem, ami az amerikai bankjegyen ott van a piramisnek a tetején, az Európai Unió önmagában egy utalás rá. Hát az olimpiának az egyik babája, az egy ilyen egyszerű, hát azt, amit mondtam, ilyen földön kívülire utalóval. Uraim, szerintetek ezzel üzent valaki valakinek, vagy valakik valakiknek? Tehát ebben volt tényleg üzenet? Vagy egyszerűen a ma embere már annyira nyitott az összeesküvés elméletekre, hogy kéket, zöldet, pirosat mindent belelát. Hogy van ez? Bocsánat, ezt a Gyuri mondta el a múltkori adásban nagyon jól, hogy ezeknek az embereknek igazából nem nagyon kellett volna üzenni, ők vannak hatalmon. Ezt nem kellett volna. Tehát emlékezünk vissza, bocsánat, egy kis utalás, hogy például a londoni olimpiával kapcsolatban rengeteg sok feltételezés volt, mindenfajta spirituális, a Rockefeller kéziratokban, amikor egyik műsorban beszéltünk róla, ott volt, hogy a londoni olimpián 80 ezer ember fog meghalni, szerencsére semmi nem következett be. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen előrejelzés van. Ezek szerintem egyszerűen csak a nyilvánosságra hozzák. Már eljutottunk addig a szintig, ez az én véleményem, eljutottunk odáig, hogy már nem is akarjuk annyira titkolni, mert annyira nyilvánvaló jeleket rakunk el. Tehát tényleg ott vannak az a bizonyos szimbólum, amiből tényleg csak rá kell nézni, vagy ebből a betűszóból csak át kell rakni, és ki tudjuk olvasni. Olyan hatalommal rendelkeznek, olyan messzire jutottak el, annyira előre jutottak, hogy úgy gondolom, hogy már ezeket a jeleket már szépen elkezdik elhelyezgetni, és ezek mindenhol meg is jelennek a világ minden pontján, és már nem kell annyira titokban tartani, mert ha jobban körülnézel, semmit nem tudunk ellene tenni. Tehát egyszerűen arra appellálnak, hogy az emberek semmit nem mernek. Van egy kis közösség, itt van ez a kis Enigma család, hogy mindenki. Jó, hát ezek egy kis elszigetelt csoportok. Azért mondom, de azért... picik vagyunk, jó, egy kis hangyabokányi. Jó, na jó, de több tízezer emberhez azért eljutnak ezek a dolgok, bocsánat, de két dolgot tegyünk hozzá. Ez egyik dolog, ha szabad, és nem fogjuk elfelejteni, akkor volt egy kedves nézőnk, aki küldött nekem néhány észrevételt a záró ünnepéllyel kapcsolatban. Megfontolásra érdemesnek tartok legalábbis néhány pontot. Például John Lennon arcán, megjelent az Áron olimpián, így felidéződött, úgymond, megjelent, illetve a szájából elhangzott az, hogy képzeld el, hogy nincs mennyország. Aha. Azért vannak tudatalatti programozásra visszatérve egy picit olyan üzenetek, vagy például ott volt a piramis, ugye eleve az olimpiai stadion tetején ott van 13 piramis, illetve néhány piramis, és akkor még felépítenek középen még egy piramis gyakorlatilag. Azért ez egy érdekes dolog. Vagy ott van például a Bohemian Rhapsody, ugye Queen-től lefordítottam pár sorát, ez az élet, ez a való élet, ez csak fantázia, elragad vagy földcsúszamlásban, nem menekülhetünk a valóságtól, nyisd ki a szemed, nézz fel az égre és láss. Ez pozitív, ugye? Ez pozitív. George Michael, ugye Freedomia, pozitív. White Light-ja, pozitív.
Aztán amikor megjelenik Annie Lennox a fekete szellem hajóján, az egy kicsit negatív. Aztán ott vannak a különböző ugye Rolls-Royce-ok, egyebek, de a Pink Floyd szám közepén a stadion légterében feltűnik egy magyar kötéltáncos, Simet László, aki egy viaszbábúval fog kezet a kötélen, majd aztán az kigyullad. És ez a végén is visszatér, tehát kigyullad valami. Azért ez egy érdekes dolog, de a legszebb az egészben az, amikor a Take That angyal hangon énekli, uralhatjuk a világot. Tehát ezek benne vannak, egyébként köszönöm szépen. Igen. Novák Józsefnek a név szerint a néhány meglátását. Utána néztem, illetve utána keresgéltem pár dolognak. Nekem a legjobban azonban a Főnix madár tetszik a végén. Tehát azért ott az üzenet, az újjászületés, a megújhodás. Ez nagyon érdekes, de ezek a, tehát az ilyen Bilderberg csoport, meg így az Zion körüli összeesküvés, ők borzasztóan szeretik ezeket az érdekes elemeket, nem? Tehát a mágiából megidézett, az okkultizmusból megidézett jelképek és szimbólumok, ezek gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy a szabadkőművesség megalakult, ez onnantól kezdve a történelemből egyszerűen nem vész el. Hát lehet azt tudni, ezt is egyébként egy Enigma néző küldte nekem még, szerintem valamikor nyár elején, hogy melyek a világ legnagyobb cégei közül azok a cégbirodalmak, amelyek szabadkőműves kézben vannak. És meg lehet nézni, és egy oldalra, egy fotóba összerakta az összes olyan cégnek a logóját, amelyekből a logóból is kitűnik, hogy ez szabadkőműves kézben van. Gyerekek, többenet. Így van. Tehát a világ legnagyobb cégeinek, mindegyiknek olyan logója van, ami valami fajta okkultista üzenetet hordoz magában. Hihetetlen. Azért mondom, és azért itt az olimpián is elég szépen felsorakoztatták. Hát ugye te most a zárásról beszéltél. Az előző adásban elfelejtettem elmondani, hogy nyitásba pedig ugye Mike Oldfieldnek a zenéje ment, ha jól tudom, mégpedig az a zene, ami az Ördögűző című filmnek a zenéje volt. Tehát most jó, persze, ő egy fantasztikus szerző, imádom a műveit és imádom a zenét, de érdekes összefüggés ez is, ha már az olimpiáról beszélgetünk, hogy az Ördögűző című filmnek a zenéje hangzott el a nyitó ünnepségen. Ezek után ugye az záró ünnepség is ilyen elemeket tartalmazott. Bocsánat, hagyj utaljak erre, egyik két-három hónap ezelőtt szó volt a Demeri repülőtérről. A Demeri repülőtérről felsoroltuk azokat a döbbenetes képeket, tehát az a gázárásos alak, azzal a pallósa, meg mindenen, hallottak mindent. És amikor megkérdezték ennek a képnek a készítőjét, akkor valami hihetetlen természetes, azt mondta, hát ebben nincsen semmi, ez a világ legtermészetesebb dolga, hát természetes. Hát hogy ott van tele van nyomva szabadkőműves jelképekre az egész repülőtér, vagy ott van egy repülőtéren, ahol az emberek felszállnak repülőre, hogy egy nyugalmas valami kellene, és nem ezekkel sokkolni, akkor ilyen képeket, ezeknek nincsen semmi üzenete, és a többi dologról is ábrázolás. A többi dologról is megmagyarázzák. Na most egyetlen egy dolog segíti most az embereket, hogy ezeket a dolgokat is, hogy itt az internet. Itt nem tudnak gátat vetni ezeknek az információknak, mert próbálnak, a sajtónak, igen, jönnek a különböző, azért. Hát aktát például most megfúrták itt az Európai Unió, tehát mégsem akarják bevezetni, de tényleg az van, hogy mondja, mester, hogy a Cion bölcsnek jegyzőkönyvében például van egy ide vonatkozó, mondjuk úgy, hogy passzus, ami arról szól, hogy mitől félnek a lehető legjobban ők, hogy kiktől tartanak a legjobban, mondtátok, hogy az Enigma család milyen picike szerint, stb. Igen. Azért idéznék. Nincs nagyobb veszély, mint az egyéni kezdeményezés, ha tehetséggel párosul. Többet érhet el, mint az emberek milliói, akik között elhintettük az egyenetlenség magvát. Tehát az egyéni kezdeményezés. Azt hittem, hogy már volt a Cion bölcsében elég már is egy utalás, hogy valamelyik. Nézzétek az Enigmát, ha meg akarjátok jönni az igazságot, akkor már akkor tudtok 100 évvel ezelőtt. Tehát amitől nagyon-nagyon-nagyon tartanak és félnek, mert hogy egyébként a világkormány megalakulásáról szóló részből idéztem, az az, amikor valaki nem azonosul egy az egyben a mainstream-mel, azzal a fő ideológiai áramlattal, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, hanem azt mondja, hogy én merek más lenni, én, és a jogom is van hozzá, hiszen pont a demokrácia, pont a liberalizmus engedi meg, hogy az egyéni szabadságjogokat, véleménynyilvánítás, stb. Ugye éljünk velük, és ha ezt valaki kihasználja és ügyes, és okos, akkor ki tud nőni a tömegből, ki tud emelkedni a tömegből. És ez a legveszélyesebb. Ugyanis több helyen leírják és utalnak arra, hogy ugye Isten maga választotta ki őket, idézem, Isten maga választott ki bennünket arra, hogy uralkodjunk az egész világ felett.
tehát szerényen. Mondják ezt ők. Mondják ezt ők, a végén pedig, ha nem is találom meg, de benne van, hogy Dávid dinasztiájának az uralmát szeretnénk tulajdonképpen elérni, nem szeretnénk, akarnánk. Tehát azért elég egyértelmű dolgok vannak benne, és ha így nézzük, akkor az egyetlen egy valaki, vagy valakik, akik ennek gátat tudnának szabni, azok tulajdonképpen azok a pici csoportosulások. Megjegyzem, aztán Margaret Mead mondta egykoron, és ezt tanítják is talán a kommunikációs főiskolán, hogy soha senki nem változtatta meg, vagy nagy tömegek nem változtatták meg az emberiség történelmét, mindig csak a kis csoportok. Igen. Tehát egyének, illetve egyének. Tehát akkor bízhatunk az enigmában, kezdeményezésben, hogy azért mi mégiscsak harcolhatunk. Hát amíg el nem tüntetnek meg. Megjegyzem. Köszönjük Szűcs Robira a negatív hozzászólást. Ez nem volt negatív, Zoli. Te nem pessimista vagy, csak realista. Nem, igen. A Committee of 300, tehát a 300-ok tanácsa is, nevük is mutatja, 300-an vannak. Igen. Tehát ha belegondolunk, a háttérszervezet, a hálózat adja a feje, ha úgy tetszik, és 300 főt számlál hivatalosan. De ha jól tudom, akkor a trilatáris bizottság 350 főből áll, tehát nagyon-nagyon szűk, maroknyi csoport az, aki irányítja és irányította mindig is a világot. Tehát ebben van valami. Igen, bocsánat Zoli, csak az egyik visszajöttem erre, hogy ez azért, én ezt azért gondolom komolyan, mert mint egy 5 nappal ezelőtt kaptam egy levelet, az egyik hazai, bocsánat, most így van, nem akarom kimondani, erőszakszervezet, tehát most bocsánat, tehát az egyik valakinek egy magas rangú beosztottja, akinek nagyon szeret ezt a műsort, és szerényen megjegyezte, hogy nem féltek, hogy milyen dolgokat mondtok ki. És ezt ő így megkérdezte, mondom, hogy hát szerintem mi már annyi minden dolgot kimondtunk már, hogy most már késő lenne félni, vagy megijedni még lehet, de félni már nem. Tehát, hogy tényleg kimondtunk olyan dolgokat, tehát, hogyha ennek a műsornak az a hangvétele, nem, hogyha beszélünk róla, nem ragadtatjuk magunkat igazából szélsőségekre, de őszintén kimondjuk a dolgokat. Tehát nincsenek benne olyan tabuk, hanem megpróbálunk tényleg a színfalak mögé nézni, megnézni azt, hogy néz ki ez a világ, mik ezek a csoportok, és ezek szerintem mind alá is tudjuk támasztani bizonyítékokkal, fel tudjuk sorolni azokat az érveket, ha még hiányosak is, mert hiszen mi nem tudunk elmenni kutatómunkát végezni, ugyanilyen hozzánk hasonló alternatív kutatók eredményeire tudunk csak hivatkozni, de azok nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy föltárják ezeket a dolgokat, és azért tényleg azért néhányan aggódnak emlékez, régebben is volt olyan, hogy fölajánlották, hogy megvédenek bennünket, ilyeneket, tehát azért komolyan gondolták ez az ember, hogy hát azért ti elég szó, vannak azért Magyarországon ennél szókimondóbb emberek is, különböző más televízióknál, de úgy gondolom, ebbe a területen mi legalább megmondjuk a tutit, már hogyha hagyják. Azt a tutit, amit mi gondolunk, de azért más is megmondja, még az Európa Parlamentben is kimondják ezt. Igen. Erről fog szólni az első bejátszásunk, amit most nézzünk is meg. First of all, good morning, everyone. Thank you all for coming. My name is Daniel Oschelin. I'm the author of the international bestseller, The True Story of the Bilderberg Group and Shadow Masters. Just to answer your question, Representative Borghesio, Switzerland is, you went to Switzerland and you were assaulted by people in Switzerland, but Switzerland is not Europe. Switzerland is Switzerland. It's like going to the moon. It has nothing to do with Europe at all. The laws are different, the country is different, their philosophy is different. It's the epicenter of what's known as the Venetian black nobility. So Switzerland has nothing to do with anything we're seeing here on European level. Now Monti, to answer your other question, is a lackey who has been put there to prepare for the next stage of the banker coup when the euro crisis will be hijacked to concentrate even more power into the hands of the very people who caused this crisis in the first place. Mm-hmm. Okay, said that simply and without mincing words. Unless we act now together as people of the planet Earth against the loathsome creatures who are trying to impose the will of the very few against the will of the many, the chain reaction disintegration of the economies of the transatlantic system is virtually inevitable. The global financial system has totally broken down. A chain reaction collapse of phony financial assets is underway across the entire region. The entire transatlantic system is imploding under the weight of $1 to $2 quadrillion in speculative financial assets, which can never be paid no matter how many multi-trillion dollar bailouts are imposed by the Obamas, the Blairs, the Camerons, or the Sarkozys.
All they can do, and this is what they're doing, is murder the population of subject nations with austerity while vaporizing any semblance of national sovereignty. This, of course, has been predicted by a forecast by American physical economist Lyndon LaRouche quite some time ago. Now, the reason we're here today is obviously to talk about Bilderberg Group, Trilateral Commission, Goldman Sachs, and, of course, the European crisis and the euro. Now, this is a very different kind of war which we've faced before. This is an asymmetrical war in a sense that governments are not running this operation, but rather world corporations. I'll repeat this. This is an asymmetrical war. Governments are not controlling this. They have completely lost control, and you've seen this on the world stage. It's a war, it's an operation run by world company corporations. In other words, what you're seeing right now is a government not run by corporations running the operation. Let me give an example, Italy. Now, we've seen a lot of Mario Monti on the covers of major newspapers and major magazines trying to give this unelected fool legitimacy. Now, Monti is a bastard child of Fondi financial interests. Not only is Monti a former European commissioner, but he's also an international advisor to Goldman Sachs, one of the biggest and most powerful corporations on Wall Street, as well as European chairman of David Rockefeller's Trilateral Commission, and also leading member of the Bilderberg Group. Now, Monti is a lackey, again, who has been put there to prepare the next stage of the bankers' coup in this European crisis. But he's not the only one. The new president of the European Central Bank. Hát kérem szépen, vannak azért szókimondó emberek. És erről most akkor megint a mélyszínben, a főáramlatban hol hallottál erről? Valamelyik kereskedelmi televízióban, vagy valahol hallottál róla? Természetesen nem. Kisebben sem, mert pedig hát ez lett volna fontos információ. Ott volt egy ember, aki őszintén kimerte mondani azt, amit egyébként mindenki érez, mindenkinek kell érezni, semmifajta reagálás nem volt. Én speciál ezzel kapcsolatban egyetlen nagy kereskedelmi televízióban, egyetlen komolyabb, nagyobb példányszámú magazinban, hogy sehol semmifajta információ nem volt. Mert róla beszélni. Mernének, illetve ők nem akarnak beszélni. Hát azoknak az újságnak, azoknak az eredeti kinti kiadóvállalatok, azoknak a csoportoknak a kezében van. Tehát a Bilderberg csoport valamelyik tagja uralja azokat a kiadóvállalatokat, amiknek itt is megjelennek ezek a lapja, és egyszerűen nem engedik. Tehát egyszerűen ki van adva a rendszerváltás előtt, Zoli, te akkor még nagyon picike voltál, én sajnos már nem, akkor ki volt adva, hogy a különböző kiadóvállalatokhoz Magyar Szocialista Munkáspárt oda küldte az embereit, ott voltak valami, és ők azok ott ellenőrzést gyakoroltak, és azt mondták a vége felé, hogy hát minden újságíró, minden szerkesztő, főszerkesztőnek volt egy ilyen önkrontolja, mert tudta, hogy mit lehet megcsinálni, és mit nem lehet, de megmondták a tutit. Utána jött, hogy jön a szabad sajtó, hát én, aki egy újság főszerkesztő, pontosan tudom, hogy ez itt baromira nem szabad ez a sajtó, és most ugyanúgy megmondják, tehát a főszerkesztőnek jön egy telefon, és megmondja, Bélám, figyelj, erről a témáról nem, erről nem, erről nem, erről csak ennyi. És ez pontosan vissza is tükröződik. Megnézed, iszonyan kevés helyen, nagyon kevés helyen, elsősorban az interneten, egy-két ilyen jobboldali belültöttságú tévében, vagy valahol ott jelenik meg róla valami. Sehol, máshol, semmi nem jelenik meg, de azért nem jelenik meg, mert ki van adva a szerkesztőségek vezetőjének, és hiába adnál be egy ilyet, megmosolyognának, én leadnék oda egy ilyen cikket, akkor azt mondják, hogy hát Robert, hát ezt nem kéne, de itt biztos, hogy nem fog megjelenni. Szóval idáig jutottunk ebbe az egészbe, tudod? Tehát nem ez az oka arra, hogy na most itt a félelem vagy valami, hanem ki van adva. Tehát én olvastam olyan tanulmányt, bocsánat, hogy Egyesült Államokban is, hogy gyakorlatilag a kiadók, a könyvkiadók megvér, tehát egy-egy konkrét személyhez köthető, érted? Tehát annak egy hatalmi csoport, tehát ő fogja össze a legnagyobb könyvkiadókat, a legnagyobb újságkiadókat, a tévéket, vagy valami, tehát gyakorlatilag oda csak is kizárólag ellenőrzött információk jutnak el egyfelől, másfelől pedig jönnek az apró kis csúsztatások, hamisítások, amikor például megjelent egy olyan felvétel, hogy kiment egy tudósító, és leállt Jeruzsálem előtt, és mit tudom én, fölgyújtott egy gumit, egy keréket, ami baromi csúnya fekete füstelég, majd elment a másik oldalára, és a felvételt úgy készítette el, mint hogy egész Jeruzsálem lángokban állna, érted, füstölne, vagy valami, és erről valami hihetetlen pánik tört ki, érted, ilyen világpánik, így lehet meghamisítani egyetlen, ez az egyik legnagyobb amerikai televízióban. Egyébként ezt támasztja le az a mondat is, hogy az irodalom és az újságírás a legfontosabb nevelési tényezők közé tartoznak, és kormányunk ezért meg fogja szerezni az újságok túlnyomó részének tulajdonjogát.
Vishnu hindu istenséghez hasonlóan 100 kezük lesz, és ezek mindegyike rajta tartja majd az ujját a közvélemény különböző irányzatainak egyikén a mi kívánságunknak megfelelően. Ezt támasztja rá, de 111 évvel. Azt akartam mondani, hogy ez a félelmet, de várjál, de hogyha nem az a csoport volt, akkor ki volt az, aki ilyen előrelátással? Hát ez egy fantasztikus, a leglenyűgözőbb jóstejtség, akit én eddig ismertem, nem? Nostradamus, de tényleg ilyen szintű. Sőt, hát ez még annál is sokkal pontosabb, ez még nincs is körülírva, mert Nostradamusnál értelmezni kell a négy sorosokat. De itt leírja, hát szó szerint, amit én elmondtam, itt pontosan itt szerepel. Reflektálva a bejátszása egyébként azért szintén szerepel, hogy az államok feletti ellenőrzésnek egy további eszköze lenne az arany standard, mely magával hozná majd a fizetési eszközök hiányát, a deflációt és a kormányzatokat arra kényszeríteni, hogy államkölcsönökkel a zsidóknál eladósodjanak, ez idézet volt. További másik idézet, gazdasági válságokat idézünk elő, későbbi idézet, minden államkölcsön annak következménye, hogy az állam gyenge lábakon áll, és nem ért saját jogainak érvényesítéséhez. A kölcsönök Damoklész kardjaként lógnak az uralkodók feje felett, akik helyett, hogy ideiglenes adót vetnének ki az alattvalókra, kinyújtott kézzel koldulni mennek a mi bankárainkhoz. Idegen kölcsönök olyanok, mint a piócák az állam testén, amelyeket nem lehet eltávolítani. A belföldi kölcsönök az első lépés, ott azt írják, hogy tulajdonképpen akkor csak az állam a szegények zsebébe átteszi a gazdagok zsebébe a lóvét. Később pedig mihelyt azonban szertettünk a megfelelő személyekre, hogy külföldi síkra tereljék az államkölcsönöket, az államok egész vagyona a mi zsebünkbe folyt, és a golyók alattvalói sarcot kezdenek fizetni nekünk. Egyébként úgy állítják be, később leírják, hogy még tulajdonképpen az állam előnyösnek is állítja be ezt a dolgot, és gyakorlatilag úgy tetőződik, hogy az államok fizetésképtelenségének nyílt bevallása a legjobb bizonyíték lesz arra, hogy a különböző országokban teljesen hiányzik minden kapcsolat a népek érdekei, és azok között, akik kormányozzák őket. Szerintem itt tartunk. De egyébként ez tényleg így néz ki. Egyébként az elmúlt, nem tudom, 10 évben vagy előtte, és gyakorlatilag állandóan ezt hangsúlyozták, ez volt a liberális gazdaságpolitika, hogy az állam nagyon rossz gazda. Az elmúlt 20 évben ez pont egybeesett, pontosabban a régennel kezdődött, és a mi rendszerváltásunk pont beleesett ebbe. Állandóan azt hangsúlyozták a liberálisok, hogy az állam szerepét maximális mértékben le kell csökkenteni. Ki kell vonulni az államnak. A piac önszabályzó, az tökéletesen megfelel, mindent csinál. 2008-ban kiderült, hogy ez nem így működik, össze is omlott ez az egész rendszer, és azóta egyébként, most 2012-ben, ezt csak mesterségesen tartják életben, és számomra az a szörnyű, Zoli, hogy mi nagyon sokszor beszélgettünk ebbe a műsorba, ketten is, hárman is mindenfajta ilyen dolgokról, előrevetítettünk különböző dolgokat, előrevetítettünk ilyen katasztrófákat, és én nekem van egy olyan érzésem, hogy most már tényleg ott vagyunk a kapujában. Nem akarok vészmadárkodni, de valami hihetetlen változás van. Tehát eljutottunk arra a pontra, hogy annyira összegyűltek a feszültségek, tudod, hogy ez valamilyen formában ki kell robbanni. Tehát ezt már nem lehet tovább tartani. Ezt a valami fajta dolgot nem lehet folytatni, és még nem körvonalazódtak, illetve alakulnak ki az új hatalmi csoportok, mert azért az a világrend, az új világrend sem egységes, azon is vannak különböző hatalmi csoportok, amit megpróbálnak itt kialakítani, valamit ott kialakítani, lép elő a Kína. Ha most elnevezték ezeket a szegény, bár ezeket a szegény, most rossz helyzetben lévő országokat PIX-nek, ami disznót jelent, érted? Tehát ez a Portugália, Olaszország, Görögország és Spanyolország disznóknak hívják, érted? Tehát ez a szlengba a kifejezése, és tényleg ellehetetlenítették. És megpróbálják azt a képet bemutatni, hogy itt vannak azok a mocsok szemét görögök, akik ingyen élők, akik otthon semmit nem csinálnak, vagy valami nem dolgoznak, baromi magas a fizetésük. Ez baromira nem igaz. Hát egy normál görög az föl kell 8-kor, mert ő CS-száznak. Na de hát könyörgöm, hát abban a régióban ez a megszokott dolog, de föl kell reggel 8-kor, 12-ig dolgozik, 4-ig CS-százik, de 4-től éjfélig meg megint dolgozik, tehát sokkal többet dolgozik, mint Magyarország vagy bárhol az Európai Unióban valaki. De ezt a képet sikeresen próbálták belevezetni a köztudatba. Zoli, ha megkérdeznél az utcán 100 emberből, hogy tudja-e, hogy most Görögországban ki van kormányon, hogy az Európai Központi Banknak az egyik valamiért itt a bejátszásban szó volt arra, hogy az az ember van, vagy Olaszországban, mint itt a másikban szó, nem is tudnák az emberek arról, hogy ott már megcsinálták azt, hogy egyszerűen ezzel a szöveg, hogy kell egy szakértő kormány, arra való utalás, hogy ó, hát a politikusok azok nem tudják ezt jól csinálni, és oda vesznek egy olyan embert, aki tényleg egy pénzhivattyút működtet, anélkül is ezt csinálják, egy pénzhivattyút működtet, és onnan minden létező dolgot kivisznek, majd azt mondják, hogy hát ennyi,
le fognak menni, Görögországba szigeteket ajánlott föl Görögország Zoli azért, hogy az adósságát fizesse. Fillérekért szigetek, azok a legendás, gyönyörű szigetek, Kréta, Santorini, ahol már én is voltam már, ezeket el akarják adni a szigeteket, földterületet, érted, fillérekért azért, hogy ezeket ki tudják fizetni. És az emberekkel ezt is, mert a görögökkel egyre kevésbé, várjál, és még plusz emellé még hozzájárul, hogy elkezdték föltornázni az élelmiszerállakat, teljesen indokolatlanul, és attól élnek most egyébként, hogy úgynevezett éhséglázadások fognak kitörni. Ezek elsősorban a szegényebb régióban, tehát Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában, de most attól félnek, hogy Spanyolországban vannak olyan régió, ahol az emberek, városnyi embernek 20-ától már nincs pénzük. Nem tudják megvenni a dolgokat. És erre hogy fognak reagálni? Bevezetik az európai csendőrséget. Hát akkor az már ügy lesz arra, hogy hoppá, hát akkor itt most be kell avatkozni, kell tenni, be kell avatkozni. Ez szörnyű. Na de ezek az emberek itt, Európa szívében és Spanyolország, hát azért az elég sok kiváló embert adott a történelemnek. És eljutott erre a helyzetre, hogy ott éhséglázadásra számítanak azért, mert nem tudom, 40%-os a munkanélküliség, 60%-os a infláció. Amerikában is lehet erre számítani esetleg? Mert hát, ugye ott még átnevelő táborok. Hát ott vannak ezek a fematáborok, meg ilyesmi, hát persze. Vagy oda akarják vinni Európából az emberek? De nem, hát például Amerikában, hát az amerikaiakat szörnyen, hát arról már nagyon sok adásban beszéltünk, hogy az amerikaiak szörnyen agymosodtak egyébként, és hát én nem emlékszem, hogy mikor lett volna utoljára olyan igazán nagy felháborodás, pedig akiket aztán megfigyelnek, kordába tartanak. Most hallottam, valaki a Times Square-en hadonászott egy késsel, oda jött 6 rendőr, és 12 lövéssel agyonlőtték, érted? Tehát nem kommandósok, turisták szeme. Na de ez, Zoli, hát ez példás csatornak, azt mondjuk, hogy gyerekek, mi mindent megtehetünk innentől kezdve, miért kellett egy be volt marihuánázva az ember, és késsel hadonászott. 6 kommandós nem tudta a kezéből azt a rohadt kés kicsavarni, 12 lövéssel szitává lőtték egy ilyen 20 személyes teaszűrőt csináltak belőle szegényből, érted? És ezt meg lehet csinálni a nyílt utcán, vagy azt akarják, hogy a babysitter figyelő akármicsoda rendszert kössék rá a központi rendszerre, érted, hogy már azt is lássák, hogy te mit csinálsz a lakásodban, vagy mi vagy. Hát szörnyűséget, és elfogadják. Nem tudnak mit csinálni. Az amerikai átlagbérek a körülbelül az egyharmadát érik annak, amit 30 évvel ezelőtt értek. Most már a régebben, 30 évvel ezelőtt egy egykeresős családba meglehetett 2 kocsit, egy kis elővárosi házat, amiben kerítés nélkül, amit ismerünk, most már ehhez 2 kereső sem elég egy családba. És nézd meg, még semmit nem csinálnak. Tehát, hogy nem lépnek semmit, de ugyanakkor a másik oldalon azért nagyon nagy mesterkedések mennek. Tehát összefogott Kína, Oroszországgal, Brazíliával, Indiával és Pakisztánnal, tehát a világnak egészen más régiói, és ebből alakítottak ki egy szövetséget, és ez próbál majd szembefordulni ezzel a másikkal. Ott a Kína azért az egy nagy falat. Na jó, azért, csak ennek megint kik lesznek a vesztesei? A kis emberek, a kis országok, a kis gazdaságok. Nézzük most meg a második bejátszásunkat, és utána gyorsan elmondom a nyerteseket, illetve hagylak szóhoz jutni téged is, Gyuri. Bocsánat. Okay. Former vice chairman of Goldman Sachs International, and of course the European Central Bank is now being hailed as the entity to save the Eurozone by bailing out Italy, by bailing out France, and by bailing out Spain. So you're seeing Monti, who is Goldman Sachs, who is Bilderberg, who is Trilateral Commission, you're seeing Draghi, who is Bilderberg, Sachs, Goldman Sachs and Trilateral Commission. You're seeing Tremonti, who's a member of the, obviously, the Bilderberg Group as well. So you're seeing also the same Goldman Sachs, which way, way back when, prettied up the Greek statistics, making possible Greece's entry into the Euro group. You're seeing a pattern here, no? You have Goldman Sachs, one of the most powerful corporations on Wall Street. This is what's called the World Company Limited. It's not about one world government, it's not about an all-seeing eye. It's about corporations with a lot more power than any government on the planet. And Goldman Sachs, as Mario Bugesio said, is a very good example of that. And as much as Mario Monti will try to distance himself from his role and his position and his activities at Goldman Sachs,
These things are simply inevitable. He was, he is, and he will always be a member of these private, unelected organizations who basically rule the world from behind the scenes. Now, Greek, Italian, and soon to come Spanish bailouts, of course, is a facade of these operations. What they're trying to do is to blow up the system by, instead of allowing Greece to reorganize its money, they're imposing that Greece be used, that the Greek debt be bailed out by Europe. But then, as I said before, that debt is absolutely worthless. Just like the Irish debt is worthless, just like the Italian debt is worthless, just like the Spanish debt is absolutely worthless, it's garbage. It's monopoly money. So asking Europe, which is in the throes of a financial meltdown, to absorb an unpayable debt, which they never, ever can repay, means you're going, for sure, to destroy Europe. And it is being done on purpose because nobody, not even Barroso, who's a moron, believes that Greece, Ireland, Portugal, and Spain can be saved. Now, there are strings attached to a lot of these operations of trying to save these nations. And the strings attached to this particular bailout, which we're seeing right now, will accomplish precisely what the Eurocrats wanted all along. A closer-knit political union, as Merkel called for recently. A federal superstate at the cost of European nation-states, surrendering control over their economies to unelected United Europe dictators like Herman Van Rompuy and his moronic sidekicks, José Manuel Barroso. Now, back in 2009, at the Bilderberg Conference, and I reported this in 2009 with my Bilderberg report, I said that one of the solutions to the crisis, well, the people who met at Bilderberg, and amongst them, of course, Monti and Draghi and Tremonti and all these individuals, well, the idea of creating two Europes. On the one hand, the Europe, the first division, where you have the France, Germany, etc., nations who can actually pay their way, and on the other hand, the pigs, the Spains, the Portugals, etc. And we're seeing this right now. This is one of the key plans being put together by the people from behind the scenes. I have a lot more to say, but I think I'm going to stop, as I think there are people who want. Hát döbbenet. Hú, gyorsan mondom a nyerteseket. A helyes megfejtők közül Völler Roland nevű kedves nézőnk nyerte a Hihetetlen magazin fél éves előfizetését. Annyi hihetetlen van előttem, hogy már néznem kell melyik. Itt a legfrissebb számot tartom a kezemben. Tehát Völler Roland nevű kedves nézőnk nyerte ennek az újságnak a fél éves előfizetését. Aztán Kis Olga nevű kedves nézőnk szintén a helyes megfejtők közül, ő pedig Egeli György Borotva élen című könyvét nyerte meg. Aztán Pálinkás Kálmán nevű kedves nézőnk pedig a Világ legnagyobb összeesküvései című könyvnek a nyertese. Aztán ugye hát mindig kiposztoljuk az Enigmának az oldalára a facebook.com/EnigmaTV oldalra, hogy miről fog szólni a következő adásunk, és ezt vagytok olyan kedvesek, hogy elég sokan megosztjátok. Hát közülük is sorsoltunk nyerteseket. Matuszné Mezősi Mónika nevű kedves nézőnk nyerte a Hihetetlen magazin 2012-es külön számát. Ebben 144 oldalon keresztül gyakorlatilag minden olyan érdekesség megtalálható, ami 2012-vel kapcsolatban felvetődhet az emberben. És szintén, aki megosztotta a posztunkat, Hosták László nevű kedves nézőnk, ő pedig a Hihetetlen magazin legújabb különkiadását, a paranormális jelenségekkel foglalkozó számot, ugye magyarországi, ezt hozzá kell tenni, tehát magyarországi paranormális jelenségekkel foglalkozó külön száma ez a Hihetetlen magazinnak, ezt pedig tehát Hosták László nevű kedves nézőnk nyerte. Keressetek bennünket a Facebookon, lájkoljátok az oldalunkat, mert hát lassan mi már egy ilyen kis elszigetelt ellenállás leszünk, és hát mint ahogy Gyuri is mondta, ki tudja még, hogy mivé nőjük ki magunkat, tehát facebook.com/EnigmaTV oldal, nyerhettek is, illetve hát hihetetlen mennyiségű információt találhattok a műsorunknak a Facebook oldalán. Na és akkor folytassuk a Gyurikám, folytassuk. Például említettétek az előbb ugyebár az éjséglázadásokat, illetve az ínséget. Hát ez is sajnos szerepelt a ma bizonyos dokumentumban. Az ínség, valamint az ezáltal előidézett irítség és gyűlölet révén fogjuk mozgatni a tömegeket, és az ő kezeikkel fogjuk elsöpörni mindazokat, akik akadályoznak az utunkon.
Egyébként ezen azért érdemes elgondolkozni, hogy mennyiben működik így, tehát hogy hogyan lehet gyakorlatilag a tömegeket egy pillanat alatt elsöpörni. Idéznék megint csak, illetve ez most nem szó szerint idézet lesz, de a lényeg benne van, hogy gondoskodni fognak arról, hogy a munkásság állandóan éhezzék, így legyengüljék a tőkének, legyengüljék, és így ezáltal a tőkének még nagyobb hatalma legyen felette. Ez gyakorlatilag tökéletes forgatókönyv is, már megvalósult gyakorlatilag is. A régmúltban mi voltunk az elsők, akik bedobtuk a néptömegek közé ezeket a jelszavakat, szabadság, egyenlőség, testvériség. Később ezt írják, vele együtt elvitték a világ jólétét, az egyén igazi szabadságát, mert nem vették észre, milyen ellentmondás van a szavak értelme és azok egymás mellé helyezése között. Zseniál. Ugye? Szabadság, ha szabadság, akkor hogy lehet mindenki egyenlő? És ha megvan a konfliktus, akkor hogy lehet testvér? Gondoljuk végig, érdemes. Én végigfuttattam magamban. Most jönnek a keményebb részek. Nem gondolták meg azt, hogy a tömeg vak, hogy azok az új gazdagok, akiket a tömeg kiválasztott maga közül a kormányzás gyakorlására, a politika tekintetében épp oly vakok, mint maga a tömeg, hogy a beavatott, még ha bolond is, mégis tud kormányozni, még a be nem avatott, még ha lángész is, semmit sem ért a politikához. Figyelmetes, sokkoló tényleg, amiket mondasz. 111 évvel ezelőtt. 111 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk. Egyébként ilyen apróságokat is sikerült leírni, nyilván itt már azért elfajulnak a dolgok. A mi jogunk az erőszakban rejlik, az a szó, hogy jog, puszta gondolat, melyet semmi sem bizonyít. Gondolkozzunk, hogy valóban mi a jog. Mi a jog, ugye? Ez a szó nem jelent többet, mint, kettős pont, ad nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erősebb vagyok, mint te. Szerintem ez annyira tisztá, annyira átlátható. De tökéletesen. Tehát ez a szó nem jelent többet, mármint a jog szó, nem jelent többet, mint ad nekem, amire szükségem van, hogy bizonyítékom legyen arra, hogy erősebb vagyok, mint te. És ezt gyakorolják is. Én szerintem ez minden náció felett álló történet. Az már, hogy mi vezette ez be, ezen nem fog senki meglepődni. A politikának nincs semmi köze az erkölcshöz, az az uralkodó, akit az erkölcs vezérel, nem jó államférfi, és ezért bizonytalan a maga trónján. Annak, aki uralkodni akar, egyaránt kell igénybe vennie a cselvetést és a megtévesztést. És itt szépen leírja tulajdonképpen a megtévesztés, mint olyan, ami a sajton keresztül megy végbe, ami a gazdaságon a tőke, tehát a tőkére épített, a pénzhatalomra épített világrenden keresztül megy végbe, az hogyan is fog tulajdonképpen a jövőben kibomlani, kibontakozni, ezt erőszak uralomnak, más helyen átfogó terrornak nevezi, és persze úgy, hogy, és ez döbbenetes, hála önkéntelen, fogadatlan ügynökeinknek, a szabadság, egyenlőség, testvériség szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi sorainkba, akik lelkesedéssel hordozták zászlóinkat. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként működtek, kikezdték a golyok jólétét, alásták mindenütt a békét, nyugalmat, egységet, és elpusztították a golyok államainak összes alapját. Tehát gyakorlatilag bezárul a kör. Na most, hogyha ez egy elmélet, ezt valaki leírta, ez egy gúnyirat, egy pamflet, egy Morris Joy tollából származó, aztán átköltött, ki tudja, hogy az Ohrana, vagy ki által kiadott, rendben. De akkor hogy lehet az, hogy kísértetiesen egyezik a 20. és 21. századi történelemmel? Gyakorlatilag olyan, mint egy forgatókönyv. A világ forgatókönyve. A világ leigázásának forgatókönyve. Egyébként tegyünk egy valamit, hogy például, ami most Magyarországon zajlik, hogy az, hogy hogy alakultak a hitelek kamatai, akit senki nem bírja már fizetni. Ezt nem véletlenül történt. Ezt akkor, amikor elkezdték ezt az egészet, akkor pontosan tudták, hogy rátok öntünk, mit tudom én, 45 ezer milliárd forint, vagy akárhány ezer milliárd euró kölcsönt, majd folyamatosan fel fogjuk vinni ennek az árfolyamát, és ti akkor háromszor ennyit fogtok fizetni. Ezt itt egyébként meg lehetett csinálni a kormányzás miatt. Szlovákiában nálunk 90% az államadóság, Szlovákiában 35%. A Szlovákiában nem engedték meg ezeket a dolgokat. És mit csináltak ott Izland? Emlékszik még valaki, hogy volt Izland, hogy ott összeomlott az egész ország? Tudjátok, mit csinált az izlandi, nem a legfelsőbb bíróság, hanem a, hogy hívják, azt a legfelsőbb szerve, nem, nem fog eszembe jutni, a milyen alkotmánybíróság. Az alkotmánybíróság azt mondta, ezt meg lehet ám csinálni. Azt mondta, hogy Hölgyeim és Uraim, ez komolytalan ez az egész.
ha valaki fölvette izlandi koronába azt az összeget, akkor az izlandi koronába kell. Nálunk valaki fölvette azt az összeget, azt mondták neki, hogy svájci frankba tartják, de ez egy kamu, mert ez csak egy számítógépes művelet. Majd ennek megfelelően, és Izlandon az alkotmánybíróság kimondta, hogy ez innentől semmis, és ha ő egyszer fölvette most magyar példában mondva 155 forintos árfolyamon, akkor neki nem kell 260-230-ért fizetni, hanem 155 forintért kell, az egyéb kockázatot a bankot terheli. És így is csinálják. Megmerték csinálni ezeket a dolgokat. Nálunk miért nem merik csinálni? De persze. Erről se hallottál egy szót. Igen, sem. Hát egy, illetve nagyon eldugva van egy ilyen... A médiában, a nagy televíziókban, híradók beszámolóban. Öt soros hír erről, vagy valami, de tényleg öt soros, van a kis mínuszos hír, hogy ez történt. Senki nem kommentálta, nincs hozzá semmi, gyorsan hallgassuk el az egészet. De ezt is meg lehet csinálni. Tehát hozzá lehet állni ez a dolog, hogy így is. De különben a minta másolódott volna, és akkor Izland lehetett volna a példa, legalábbis ebből a szempontból. Így van, persze. Hát mindenki azt mondta volna, hogy hát hölgyeim, semmi van nálunk, akkor miért nem lehet megcsinálni? Hát akkor igen, itt egy alkotmánybíróság, mondja már ki ezeket. Ne ilyen apróságokon játszunk ezzel, hogy ilyen árfolyamgát még ilyenek, mert az csak... Tehát mondom, vannak olyan országok, ahol meg lehet csinálni, de ezt megint el kell hallgatni, mert ez elterjedne akkor ebbe az egész régióba. Na most vitán viszont olyan a helyzet, hogy az a lufi, ami egyszer már kipukadt 2008-ba, azért még mindig terítődik egy kicsikét, és most azért majd el fog jutni egy olyan pontra, amikor eljutnak odáig, és arra vagyok kíváncsi, hogy akkor mi lesz, hogyha eljutunk arra a pontra, amikor az embereknek a teherbíró képessége véget ér. Nem az tudják a baj, csinálni. Valószínűleg már erre is készülnek. Na, ezt kéne tudni, hogy biztos, hogy erre is van már egy terv. Jürikám, erre is van már egy forgatókönyv. Erre nem. De van forgatókönyvre, és az lesz az egésznek a vége egyébként. Most megpróbálom is fejből idézni, hogy gyakorlatilag a nemzetállamok csődöt mondanak, és átadják, mint egy erőszak nélkül, mint egy megszavazzák a világkormány megalakításának a tervét. Ezzel a globalizáció gyakorlatilag diktatúra formájában, de meg fog valósulni. Tehát az a világkormány, az a Novus Ordo Seclorum, tehát az új világrend, az így fog végsősorban, hogy válság lesz, ugye totális kontrollt már bevezetik addigra, illetve gyakorlatilag ez már működik, és a végeredmény az, hogy miután mesterségesen, de mégiscsak az egyszerű átlag ember bőrén lemérhető, hogy ez nem mesterséges lesz, hiszen ő valóban elszegényedett és valóban tönkrement, tehát ez a mesterséges, ez fölülről nézve, mesterséges alulról nézve katasztrofális, gyakorlatilag úgy szokott történni a forradalmak idején is, hogy átadják a hatalmat. Na, felkérik tulajdonképpen őket, hogy vezessetek minket, hiszen ti vagytok a, és akkor elmondják majd, hogy a nagy vezetők, és sajnos erők már készülnek, sőt, hát itt nagyon komoly, úgy hírlik, ugye, hogy bizonyos körökben évente ugye 3-4 napot gyűléseznek, például a Bilderberg, stb. Tulajdonképpen ott különböző beavatásokat is végeznek, amin keresztül már leosztották azért a szerepeket, megvan a vérvonal, hogy ki lesz, tehát vannak szerzők, akik már neveket is mondtak, hogy ki lesz ennek az új világrendnek a feje, gyakorlatilag, mintha királyt választanának. Igen, pontosan. És ez egy okkult választás. Uraim, egy pillanat, türelmet kérek szépen, nézzük meg a harmadik bejátszásunkat. Addig fogalmazzatok meg egy játékkérdést, amit majd valamelyikőtök feltesz, jó, és akkor majd még egy-két záró mondatra visszatérünk, de sajnos már megint tartott a műsoridőnk, tehát akkor most nézzük meg ezt a bejátszást. Significance of today's news about the world's central banks combining to step in effect as lenders of last resort. Thank you. I think we said, as I said in the beginning of my my conference, the system is broken, it's dead. There's very little you can do. There's simply not enough money in the world to save save the speculative bubble. We're talking about $1 to $2 quadrillion worth in worthless debt. So no matter what you do, no matter how many trillions of dollars, euros, or rupees you print, you can actually never pay this thing off. So it's irrelevant. I'd like to address what you said earlier about the what the question which was asked about the journalist. Combine a couple of things here. One of the things that we're seeing right now, when you asked about Italy and scooters and the growth in northern Italy, it's apparent on the world stage, we're talking about zero growth. The concept is zero growth.
300 years ago, circles around Gottfried Leibniz, a genius, German genius who invented calculus, they knew that progress and growth are directly proportional to population density. So if you want to increase the population and you have technological progress and growth, you're going to have more people on the planet. Consequently, if you're the elite, and see, the point is that we're living on a small planet, Earth, with limited natural resources. So if you're Rockefeller, which is just a metaphor for powerful people, and you want to make sure that you have the natural resources for yourself, such as water, you know, you don't want Earth, planet Earth, to have 40, 80, 100 billion people. There's just simply not enough natural resources. So what they're doing right now is logical, all right? It's logical. They're destroying the world economy on purpose. Rockefeller doesn't need to sell you shoes, okay? He has all the money in the world. They got all the money in the world. They got quadrillions of dollars in cash, land, okay, cows. What they need is for you and I to die so that they can drink their water. You know, I cannot say it any clearer than that. Which is one of the reasons we're seeing so much in the press on daily basis, the phrase zero growth. If you have no growth, if you have no development in any technological, any other way, there's going to be a decline in the population base. That's one of the reasons they're talking about this. That's why they're destroying the world economy on purpose. And you have people like Monti, you have people like Draghi, you have people like Papademos, all of these individuals that are there, but they're caretakers. They know they're actors on stage. They know the role they play because, again, Monty goes to all these meetings. He's an insider, all right? He understands what's going on. One of the reasons he's chosen to actually become a prime minister, and he was chosen. He wasn't elected. He's a bastard child. He was elected. He was chosen to, you know, to be the prime minister or caretaker of Italy because they know they can trust him to do what he's told to do, just like they can trust Barroso to do what he's told to do. Just like in Charles Van Rompuy to do exactly the same thing. The people who are in power on the European level, on the countries, corporations, governments, you know, international organizations such as World Bank, International Monetary Fund, all of these individuals, they're their people. Nobody who actually thinks of a nation state republic, you know, which has given us everything we have in the last 650 years, from constitution to our own currency, nobody who actually is pro nation-state republic actually is in any positions of power, you know? If that had been the case, this man would have been the president of Italy. Ringrazio molto Danieletti, vi assicuro che non mancheremo periodicamente di far giungere al Parlamento europeo la sua voce indipendente. Erre csak ezt mondani, játékkérdés, uraim. Igen, a kérdés roppant egyszerű, hogy hívják ezt a zseniális urat, aki kimondta azokat az igazságokat, amivel mi is még csinyán bántunk ebben a műsorban. Tehát hogy hívják ezt az urat? A helyes megfejtéseket pedig várjuk az enigma@fixhd.tv e-mail címre, és természetesen itt is el kell, hogy mondjam, hogy keressetek bennünket a Facebookon. Ha úgy érzitek, hogy érdemesek vagyunk rá, akkor lájkoljátok is az oldalunkat, az Ellenállás Facebook oldalát, ami kis szűk csoportosulásunknak a Facebook oldalát, mert hogy nyerhettek, tehát hetente sorsolunk onnét is nyereményeket, illetőleg rengeteg érdekesebbnél érdekesebb információval találkozhattok ott, amelyeket nézőtársaitok osztanak meg velünk ennek az oldalnak a segítségével. facebook.com/enigma.tv az oldalnak a neve. Gyurikám, van-e valami záró gondolat? Tényleg egy záró gondolat, mert tudom, hogy nem szabad belekezdeni már semmilyen nagy ívű magyarázatba. Annyi lenne csak, hogy vegyük észre, hogy az elmúlt években történtek elsősorban akkor értelmezhetőek, tehát a kulisszák mögé látás a hálózatnak a feltérképezése, mert nevezhetjük nyugodtan egy ilyen networknek tulajdonképpen az egészet, csak úgy lehetséges, hogyha megbarátkozunk az okkultizmussal. Vegyük észre, hogy a világ vezetői, teljesen mindegy, hogy olasz, spanyol, izlandi, amerikai, izraeli, iráni, kínai, indiai, mind az okkultizmusból indul ki. És ugye mi az, amit megpróbáltak a legjobban az elmúlt évezredekben, mondjuk úgy az elmúlt másfél ezer évben, vallási frontról kiirtani az emberekből? Az okkultizmusra való fogékonyságot, hajlamot és minden okkultista képességet és irományt próbáltak ugye eltüntetni. Jelzem, az okkult szó, ugye okkultára elfedni, elrejteni,
Tehát a rejtély, a titok, enigma ugyanezt jelenti. Ennyi lett volna csak a rövid megjegyzésem. Jó. Tehát barátkozzunk meg a titkokkal, az okkultizmus nem rossz dolog, hanem azt jelenti, hogy a leplet lerántjuk azokról a visszásságokról, hamisságokról, amit megetetnek velünk. Köszönöm szépen, uraim, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy köszönjük. Nektek köszönjük szépen a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, illetve tartsatok velünk a hét minden napján az Enigmának a Facebook oldalán. Hát, nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek ezek után a nem túlzottan felemelő hírek után, és ne felejtjétek, ahol az álmok véget érnek, ott kezdődik a valóság. Sziasztok! Sziasztok! Együttműködő partnerünk a boldognapot.hu online ezoterikus magazin.